Szép jó estét kívánok! Eljött az az idő, amikor hagyományos módon értékeljük az esztendő történéseit az agráriumban is. Ugye azt már megszokhatták, hogy már volt ilyen, hiszen a borok, a must már az új bor a pincékben nyugszik, alszik. Most pedig itt az idő, hogy az agrárium mezőgazdasági, illetve állattenyésztési vonatkozású történéseit is megbeszéljük. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért felelős alelnöket. Tisztelettel köszöntöm. Szép estét mindenkinek. Hát először a növénytermesztésről kell, hogy szó essék, hiszen az agrárexport bővüléséről már számtalan hírt kaptunk. Én egy röviden idézném azt, amit a hetedik hónapban Nagy István agrárminiszter adott ki, hogy 10%-kal bővült a gabona és a gabona termékek, illetve az olajos magvak kivitelének. És ugye ebből származott az agrárexport növekedése is. Ha megnézzük az idei esztendőt, akkor bizonyos értelemben azt tudjuk, hogy meglehetősen változékony volt az időjárás. Számtalanszor beszéltünk arról is, hogy az eső nagyon esett, vagy nem esett egyáltalán. Tehát akkor menjünk sorban azokon a gabonafajtákon annak tükrében, hogy most már a kukorica aratása is befejeződött, illetve az őszi betakarítás, hogy hogyan állunk ilyen szinten. Kezdjük a búzával, mert azt hiszem, hogy az a legfontosabb kenyérgabonán. Hát mert a szerkesztő úr is a makrogazdasági mutatók egy részével kezdett. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a növénytermesztésnek a bevételi része 1550 milliárd forint, az összmezőgazdasági pedig 2680 milliárd forint körül fog alakulni, hát nyilvánvaló még nincs vége. Tehát az a bizonyos növénytermesztés, állattenyésztés arány, ugye a növénytermesztés vonatkozásában 58%, állattenyésztés 35%, meg hát egyéb szolgáltató tevékenységek vannak ott. Tehát látható, hogy nem csak a növénytermesztés, hanem az egész agrárium bővült az idei évben, több mint 6%-kal, tehát 6,2%-a a 3 LDV-i mutatók alapján, és 1,7% körüli a költségnövekedés. Tehát mindenképpen a bevételi lehetőségek tárháza bővült. Ezen belül értelemszerűen a növénytermesztés, azt kell mondani, hogy hát azért soha rosszabb évet ne zárjon. Az időjárásra való odafigyelés és az időjárás anomáliái azok nagyon-nagyon szélsőségen változnak. Ugye beszéltünk itt már arról, hogy hektikus, hullik az eső, beszéltünk arról, hogy egyidejűségben nagy a csapadék intenzitása, de ha megint ezt a tárházat bővíteni akarjuk, akkor egész évben 3 nap volt országos eső. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy száguldoznak jobbra-balra a frontok, még a kis országunk fölött is, és nincs az a bizonyos rétegfelhőzet, amelyik beteríteni az országot, és hát folyamatosan egy-két napot, de sokszor már fél napnak is örülnénk, esős időszak lenne. Ez nagyon erősen megmutatkozott ugye pont a búzánál, hiszen az első negyed évben 50 milli alatt volt itt a mezőségen a csapadék mennyiség ugye január 1-től márciusig. Most nem akarom mondani, hogy a hős sem volt sokkal különb, tehát fél év alatt kevesebb, mint 130 milli csapadék esett. Tehát nagyon arid viszonyok között kezdett a búza, majd az áprilisi és különösen a májusi csapadékos időjárás a helyzeten javított, ezért a termésátlagok azok országosan is elfogadható szinten voltak. Igen, hát itt a mezőföldön tudjuk, hogy, hát hogy jó közepesnek mondják, igen, igen, mindig igen, magasabb igen, értelemszerűen. De országosan is azért 5,29 tonna per hektár volt a búzának az átlaga, és igen jó minőségbe, hiszen azt mondtuk még a nyáron is, ami továbbra is igaz volt, hogy nem takarmány és idézőjelben étkezési vagy malmi búza van, hanem egy kicsit eltúlozva. Étkezési búza van és toxinos búza van, ami ugye a májusi csapadékos időjárásnak az eredménye, illetve bizonyos
gombalőszereknek a radikális kivonása, pontosabban növényvédőszereknek, hiszen ebben más kategóriák is vannak ilyen tekintetben, hiszen ez azt jelenti, hogy nem tud a gazda hozzányúlni olyan növényvédőszerekhez, ami eddig kéznél volt és radikálisan meg tudta oldani a dolgot, lebomló volt. Az Európai Unióban egy veszélyalapú gondolat van és minősítési rendszer van, és ez alapján nagyon sok hatóanyag eznek az áldozatául esik. Azt azért látni kell, hogyha ez a folyamat tovább erősödik, akkor hát a növényi termékeknek a drágulását nem tudjuk elkerülni termelők, hiszen másféle növényvédőszerekkel kell többször rámenni a növényre, a táblára, hát hogy pont mondjuk a toxin elleni védelemről is, most a rovarkártételekről ne beszéljünk, és kell megvédeni a terményt mindenki számára, hogy az egészséges legyen, és jó továbbfeldolgozottsági szinteket adhasson. Tehát a búza az szépen magtárakban van, az ára az ennek megfelelően emelkedik, nem voltak rossz búzaárak, tehát erre szokták tényleg csak megismételni, tudom, hogy ne legyen rosszabb év, nem volt kimagasló, nem volt kirívóan magas ár, hogy így fogalmazzak, de aki megfelelő technológiával termelte a búzát, az profitot tudott ebből megvalósítani és lehozni. Nyilván, hogy vannak az országban olyan arid vidékek, és ezt nem szabad elfelejteni, hiszen még ennél is kevesebb csapadék esett Jász-Kiskun-Szolnok megyébe, feljebb Újfehértó és Debrecen környékén, hogy bizony a búzának a termés átlaga ennek az országos átlagnak csak töredéke, és vesztességet kellett elszenvednie a gazdának. Tehát ez a változó csapadékos időjárások, az arid viszonyok, ezek Fejér megyét annyira nem sújtották, még akkor is, ha kevés csapadék volt, olyan szinten, hogy ez bevételt kiesést okozzon. Az árpa az 218 ezer hektáron került betakarításra, és az 5,49 tonna per hektár átlaggal szerepelt. Szép volt az árpa termés. Hát nyilván itt az más-más súlyviszonyok vannak a tavaszi árpa, a sör árpa vonatkozásába. Árpán azért megfigyelhető egy érdekes dolog, hogy a tavaszi árpát nagyon sok helyen Fejér megyei gazdák ősz végén vetik el, tehát mostan tájt, már egy kicsit késő persze, de semmikor nincs késő egy tavaszi árpának, de pár héttel ezelőtt is még vetettek tavaszi árpát ősszel, mert úgy néz ki, hogy ezek a nem túl hideg telek megőrzik, ugye a szikleveles állapotban, vagy annál jobb állapotba kerülő tavaszi árpát, és tavasszal erőteljesebben tudnak indulni, és nagyobb, magasabb termés átlagokat. Ehhez nyilván hozzá kell szoknunk mindenképpen. Búza export hogy állt az idén? A búza export a hagyományos módon történt, és történik folyamatosan. Tehát azok a piacaink, amik alapvetően Európára szegeződtek, ezek továbbra is megmaradtak, és megfelelő módon történik a kiszállítás, független attól, hogy a Dunának hát azért a vízmennyisége sokszor nem teszi lehetővé a uszályba való rakodást, épp ezért a szállítások tekintetében, még hogyha költségesebb is, maradt a szárazföldi, ezen belül is a különféle kamionnal való kiszállítás, ami hiába a legdrágább, a vagonba való szállítás igen nehézkes, és ugye a több tulajdonban levő vasúti hálózatoknak a nem
teljes precizitással történő együttműködése okoz nehézséget. Milyen szépen mondta a elnök úr, nem teljes precizitást. Mennyire volt hatással a búzapiacra az ukrán, illetve a keleti gyengelkedés? Gondolok itt a lengyel, ukrán, orosz piacra. Természetesen az, hogy ők nagy mennyiséggel nem jelentek meg az európai piacon, az azért lényegesen jobb körülményeket teremtett a magyar búza számára is, még akkor is, hogyha az ukrán búza továbbra is fekete-tengeri prioritással bír. Európa felé ugye a szárazföldi közlekedés az meglehetősen nehézkes a vasúti fesztávok vonatkozásában, és tehát a simbárok távolságának a különbözősége miatt. Tehát az ukrán búzának az európai megjelenése bizonyos szállítási korlátokba ütközik jelenleg is. Persze ne higgyük azt, hogy ez örökké így marad, gőzerővel építkeznek Európa felé, viszont az Európai Unióban minderősebben felmerült a állattenyésztésben a tartási körülmények, a növénytermesztésben pedig a használt növényvédőszerek kérdése. Tehát igenis, amit a Agrárgazdasági Kamara is hangsúlyoz, hogy hiába tiltjuk mi be az Európai Unióba a veszély alapon kezelve a növényvédőszerek és hatóanyagok X részét, és tesszük látszólagosan még biztonságosabbá az élelmiszereinket, amennyiben bejön Ukrajnából az a már Európában nem, az unió területén nem használható növényvédőszer, amivel ott kezelik, amiből ott esetlegesen szermaradvány van, amit itt Európában el akarunk kezelni, vagy elkerülni. Tehát nem szabad elfogadni azt, hogy mi csinálunk egy kiváló terméket, betartva az összes olyan környezetvédelmi szabályt, ami a méhektől kezdve más rovarokra való veszélyt is megszünteti, és máshonnan pedig olyan terméket hozunk be, olcsóbban persze. Nyilván. Ami hát ezekkel a tulajdonságokkal, szermadványértékekkel és netán beltartalmi értékekkel emiatt nem rendelkezik. Igen, ez örök probléma, nagyon is jól tudjuk, és hát egyelőre nem lehet gátot szabni neki, de ez más termékek esetében ugyanez vonatkozik a Kínából érkező különböző termékekre. Így van, tehát nagyon sok mindenre. De azért most folytassuk, mert tehát ez fontos. Bizonyos értelemben tehát elégedett lehet a gazdatársadalom a búzával. És ugye ez vonatkozik nyilván akkor az árpára is. De mi a helyzet a kukoricával? Szintén végig kísértem a fejlődését a vetéstől a betakarításig, és jószerivel csak panaszszó hangzott el az első időszakban. Aztán elhalkult. A kukorica vonatkozásában ugye a vetések időben megtörténtek. Áprilisban már voltak olyan időszakok, amikor csapadék jelenlétével jól lehetett a mogágyat előkészíteni. Májusban viszont szenvedett a kukorica. Amikor május végén tudjuk, hogy sokszor térdig érő, attól függ, hogy milyen fajta szortimentről van szó, faószámról, térdig érő, vagy annál magasabb kukoricák is néha szoktak lenni, ugye június elején. Hát most bizony, főleg a késő érési időek, de a koraiak is ott szenvedtek a hidegbe, az esőbe. Hát ez volt az az időszak, amikor a gazda joggal mondta, hogy én még ilyet nem láttam, és nagyon elkeserítő néz ki a kukoricatábla. A nyári utána jött melegek, hát ugye mivel a kukorica azért fotoszintézis tekintetében C4-es, tehát folyamatosan tud fotoszintetizálni és raktározni is. Hát bizony, mint trópusi növény, imádja a meleget, igen, a párát is, bizony neki indult. És ami lényeges, ha megnéznénk a éves csapadék szortimentet, különösen ugye ezt a kukorica címerhányása és beporzási időszakában, akkor volt egy lehűlés.
Igen. Tehát abba a nagy nyári melegbe, amit most még azért hozzá kell tennem, hogy az idei nyár volt a második legmelegebb nyarunk úgy, hogy a tavalyi volt az első. Igen. Tehát két esztendő egymást követően. Két esztendő elviszi az első és a második helyezést. Ez azért nagyon-nagyon lényeges információ, de ott volt egy két hét lehűlési periódus, esősebb idővel, párásabb idővel, és nem száradtak ki a polenek a címertől, ugye a bibéig, köznyelven a bajúszig, hanem szépen megtermékenyedették azokat, és utána megint jött a jó, meleg, ha úgy tetszik, dunsztos idő a kukoricára. Köszönte szépen, jól volt, meg is hálálta ezt az időszakot, és országos átlagban 8 tonna igen. lett a kukorica országos termés átlaga. Ezt egyébként beszéltem agrárszakemberekkel, nem gondolták volna, még itt a mezőföldön sem. Mert igen, hát mezőföldön mondani. Nyilván ennél több. Ennél több, persze. Igen. De azért egy dolog azért nagyon fontos. És itt rá kell térnem nyilvánvaló ezekre a dolgokra, meg az őszre is, amikor már vetünk repcét is, hogy például a fritlégy kártétele erőteljesen megjelent. A fritlegyet, ha úgy tetszik, a legfiatalabb generáció, aki a szakmában van, ennek a kártételét már nem is nagyon ismeri, mert annyira eltűnt. De most ugye a növényvédőszer hatóanyagok kivonása, átstruktúrálása előhozta. De ha most azt mondjuk, hogy a repcevetésnél, ugye a vetés után, ugye mivel nem lehet sávázásba mindenféle hatóanyagokat alkalmazni, hát bizony, ugye nagyon erőteljesen kell a sziklevelő repcét, párleveles repcét védeni, ugye a rovarkártevőktől. Igen ám, de van egy gyepi hangya nevezetű jószágunk, amelyik megint délről jött fölfele, ragadozó hangya, és számtalan helyen nálunk is 25 hektár repcét simán kirágott. Valamilyen módon ugye a folyadékre van szükség, és megrágja a szikleveles növénynek a szárát, ragadozó hangyaként, vagy valami folyadék utánpótlást keresve, és kispusztítja. Például a rávaló védekezés abszolút lehetetlen, az újravetés az, amit lehet valamit kezdeni. Ez meg is történt, és aki idén későn vedette el a repcéjét, ez a nagyon-nagyon kellemes ősz, amiben azért csapadék is van, bár azért lássuk be, hogy a csapadék hiány voltunk eddig, azt jelentette, hogy a kikelt repcék behozták magukat. Nagyon szép repcetábrákat lehet látni, még a késői vetések vonatkozásában is, a regulátorozást azt el kellett végezni. Tehát a új őszi repcevetésekre azt kell mondani, hogy a repce egyelőre köszöni szépen jól van, és hát a búza is, az általunk megszemlélhető búzatáblák nagyon szépen néznek ki. Még egy pillanatra, bocsánat, térjünk vissza a kukoricára, hiszen itt a mennyiségről és a minőségről nem beszéltünk. Tehát átvészelte a krízishelyzetet, gazdák örülhettek, a betakarítás megtörtént rendben idejében. Milyen mennyiség és milyen minőségben, hiszen ez a legfontosabb takarmány növényünk. Igen, a kukoricát nem veszélyeztették a toxinok annyira, mint a búzát, nem is volt tartósan ilyen időszak, tehát nem halljuk azt, persze mindig kivételek akadnak, hogy tömegével lenne toxinterhelt a kukoricánk. Ez azt jelenti, hogy egy kiváló alapanyag van, az őszi aridabb viszonyok számtalan helyen csak nagyon kevés szárítást tettek szükségessé. Volt átszeleltetés is elég volt a kukorica szárítására és tisztítására, és ezért a költségek nem csapkodták a nagy magaslatokat. A kukorica ára az ugyancsak elfogadható, hiszen Európa Unió szerte a takarmány
alapanyagok vonatkozásában most ez a tendencia. A világ kukorica készletei inkább stagnálnak, mint dinamikusan emelkednének, így ez az ár teljes valószínűség szerint kitart ugye tavaszig, hát mindig rátéve azokat a tárolás és egyéb költségeket, ami alapján emelkedni fog. Tehát a kukorica termesztés ugye 8 tonna fölötti termés eredményeket figyelembe véve bizony nem kedvezőtlen árbevétellel rendelkezik. És van, aki hát jelenleg ugye raktárba, magtárba tartja a kukoricáját és tavasszal értékesíti. Van, aki ugye a búzára esküdött és a kukoricát adta el. De bármelyik megoldást választotta, most nem hektikusak annyira az alapanyagárak, hogy nagyot lehessen csalatkozni bármelyik döntésben. Mennyire nyitott most az uniós piac? Az uniós piac az teljesen nyitott, nincsenek korlátozások, tehát az export lehetőségeinket maximálisan ki tudjuk használni. Ezt mutatja is az exportbevétel, amit még a legelején említettem, hogy az is dinamikusan nő, és az import, ugye a 2700 milliárd körüli export vonatkozásával szemben csak 1,8, tehát pontosabban 1800 milliárd forintnyi, tehát ott egy nagyon-nagyon jelentős marzs van a tekintetben, hogy az export bővülésünk intenzívebb volt, mint a import beszerzésünk, importanyagok beszerzése. Tehát pozitív a mérleg. És most térjünk vissza a repcére, hiszen évtizedekkel ezelőtt jószerivel a magyar nép, a köznapi ember nem is tudta, hogy mi az a repce. Most pedig, amerre járjuk az országot, látjuk, hogy a gazdák előszeretettel alkalmazzák a vetésforgót egyik oldalról, népszerű lett a repce, sárga mindenhol, nagyszerű látvány, és ahogy elkezdte az imént elemezni a repcevetések idei állapotát, az is kiderül, hogy hát igen, megéri. A repce igen megéri, mert az ára az a betakarítást követően is szépen emelkedett, és hát bizony fölötte van a 120 ezer forintnál, tehát megéri repcét termelni. A repcében viszont ugye az aszály azért sok helyen erőteljesen bekopogtatott. Fejér megyébe, Fejér megye egyike volt a legjobb repcetermő megyéknek, de országosan azért csak 2,95 tonna per hektár volt a repce átlag, és ha most azt nézzük, hogy ugye hasonló növényünk bizonyos értelemben most terjedőben van a szója, és a szója tekintetében pedig 2,86 tonna per hektár termés átlaggal bírunk 60 ezer hektáron, akkor ez a másik növény is jön fölfelé. Nem területügyileg, hanem termés átlagok vonatkozásába. Tehát bizony, továbbra is azt mondom, hogy hamarosan elérjük azt, hogy a repce terület növekedése, ami ugye 296 ezer hektár volt a betakarításkor, mert több mint 300 ezer hektárt vetettek el, 332 ezeret, de 50 ezer hektáron ugye a repcét ki kellett szántani a téli aszályos, a arid viszonyok miatt, tehát nem volt érdemes megvárni a betakarítást. Bizony, ennek ellenére az idei vetés is 303 ezer hektáron történik meg, annak ellenére ugye, hogy elég nagy kár keletkezett az elmúlt tél folyamán a repcébe, de ahol megmaradt, ahol a gazdák betakarították, ott szépen tudta adni magát. Lehetséges, hogy a repce tekintetében is lesznek az országban olyan vidékek, ahol nem biztos, hogy a rossz tapasztalatok alapján nem fog csökkenni a repce termőterülete, de más területeken szerintem pedig növekedni fog. Fejér megyében pedig egyértelmű, hogy a repcének nem csak helye van, hanem a repcét tudják, és akarják is a gazdák termelni, hiszen minden tudásuk, gépük megvan hozzá, és nagyon eredményesen tudják ezt a tevékenységet megvalósítani. Az ár meg
az egy adódó dolog, de az elmúlt évek árai nem voltak a repcére kedvezőbbek, bárcsak a napraforgó állna így ártekintetében, mint a repce ár. Igen, hiszen a napraforgó a következő témánk. Hát az idei év, ha valami, akkor valahogy nem jött be, ha úgy tetszik. Bár ez is tájegysége váltogatja. Igen, ez viszonyítási kérdés. Sok panaszot hallottam a termésről mennyiségi és minőségi szempontból is. Hát a termés átlag az országosan 3 tonna, tehát nem egy rossz évet zárt az ország napraforgó tekintetében, viszont az ebből való össztermés átlag, hiszen több mint 538 ezer hektáron termeltünk napraforgót, minden idők legnagyobb termését hozza. Tehát ezzel a termés átlaggal a terület szorzásába és Európába nem is állunk ezzel rossz helyen. Tehát a napraforgó termesztésünk bizony előkelő helyen van, és ott is ugye a fajta váltás megtörtént igazából a magas olajsav tartalmú napraforgók felé. Tehát mindenki, amelyik termést, amelyik fajta szortimentet jól tudja értékesíteni, termelni, azt tudja eladni. Nem tudom azt mondani, hogy a napraforgósokra rossz időszak volt, az ára sem volt, és most sem kedvezőtlen. Nyilván azt mindig meg kell fontolni, hogy milyen talajokra tesszük a vetésforgó tekintetében, tudjuk-e a repcét előrébb helyezni, mert a repce jövedelmezősége már sokkal több gond van vele, azért ezt lássuk be. Tehát munkaigényesebb, finoman szólva a repce, hát egyelőre jobban fizet, mint a napraforgó, és hát a napraforgóban is azért komoly gombabetegségek tudnak előfordulni, főleg, hogy azért volt hidegebb és esősebb időszak is, tehát ott is a növényvédelemre, a gombabetegségek elleni védelemre, most nem sorolom el őket, oda kellett a gazdáknak figyelni, amit meg is tettek. No, hát ennyit kivonatosan, mert elment az idő, hát most már csak arra kell várnunk, hiszen a vetések megtörténtek, hogy jöjjön egy jótékony hótakaró. Igen. És némi igen. Csapadék, most esik egyébként. Most valóban esik, és nagyon-nagyon fontos volt ez a csapadék, hiszen azért lássuk be, hogy október, november bizonyos részében nem esett az eső. Tehát látjuk, hogy a növény, tehát a talajmunkák el vannak végezve, és december elejére szinte mindenütt ugye a tarlók, azok szántássá és megművelt területté fognak átalakulni, hiszen rá lehet a talajokra menni. Ugye Fejér megyében azért nem perc talajaink vannak, és hát a vetéseket is el tudtuk végezni, és a talajmunkákat is el tudjuk gyakorlatilag végezni. Én azt látom, ahogy előbb is említettem, hogy a őszi búza is, a repce is nagyon szépen alakult ebbe a kedvező őszi időjárásba, nagyon-nagyon meghálálja most a csapadékot, de lássuk be, hogy a alsó talajrétegek porzanak. Minap is elmentem egy árok rendbetétel, illetve új árok ásása mellett, és megálltam, és néztem, ahogy fordítja ki a kanál az alsó talajrétegeket, és teszi a tetejére ugye a parton, vagy az árokparton, vagy hogy legfölül legyen, és a kerekedő szellők, szelecskék már vitték is a port. Tehát száraz még. Tehát a felső rétegekben nem lehet víztelítettségről, de egy elfogadható vízállapotról beszélhetünk, de ez bizony csak 20-30-40 centi, hát akinek milyen talaja van, meg hol vannak vízzáró rétegek, de bizony az alsó rétegekben nincsen víz. Tehát egyelőre azt látom, hogy mi is nagyon erőszeretettel
közép-mély lazítást végzünk, pont azért, hogy alulról kapilláris soron keresztül egyrészt le tudjon szivárogni, másrészt le tudjon jönni. A talaj jó legyen, a talaj szerkezete, vízmegtartó képessége. Hát most az alsó rétegek bizony még aszályosak. Ki kell mondani, bízunk benne, hogy ez jön akár most hóformájába, persze a hó a legjobb, mert a olvadás, ha nem azonnali, akkor szépen beszivárog a talajba, vagy csendes eső formájába, de akkor mondjuk a mínusz 20-ak nem kellenek, meg tartósan ugye a búzának, mert hát a repcének meg aztán végképp. Tehát, ahogy szerkesztő úr mondta, bízunk egy fehér és hosszantartó téli időszakba, ami mindennek jót tesz, és a gazda lelke pedig őrzi a hó alatt is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, ez volt az első része visszatekintőnknek, Zászlós Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökével a növénytermesztési ágazat idei helyzetét vizsgáltuk. A műsort pedig folytatjuk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!